Karcagon most egy beruházást nézett meg államtitkár úr. Hogyan tetszik ez a felújított óvoda? Öröm látni, amikor egy város gyarapodik és épül-szépül. És ezek közül a beruházások közül is mindig kiemelkedik egy olyan fejlesztés, amelyik a gyerekekről, azaz a jövőről szól. Egy óvoda fejlesztés az mindig azt mutatja meg, hogy ez a város ez erős, és úgy képzeli el a jövőjét, hogy maga biztosan áll hozzá, hisz saját magában, és hisz a saját jövőjében ennek a közösségnek a következő évtizedeiben. Különben nem lenne értelme óvodát építeni, és óvodát felújítani, óvodát fejleszteni. Ezért aztán jó látni, hogy itt bizony nagyon komoly látványtervek készültek, nagyon komoly elképzelések vannak arról, hogy hogyan is fog kinézni ez az óvoda, és még nagyobb öröm azt látni, hogy ezek a tervek valósággá válnak, hiszen most, amikor látjuk ezt a beruházást a valóságban, látjuk, hogy hogyan halad az építkezés, hogyan halad a felújítás, akkor már magunk elé tudjuk képzelni, hogy milyen szép is lesz az épület majd, amikor elkészül. Én bízom abban, hogy ez néhány hónapon belül lezárul ez a fejlesztés, és a gyerekek birtokba vehetik majd ezt a felújított óvodát, amelyik Európai Uniós és hazai fejlesztési forrásokból tudott megújulni és megvalósulni, és örömüket lelik majd az itt élő családok, az itt élő gyerekek a mindennapi használatában. Kovács Sándor országgyűlési képviselőnek azért van összehasonlítási alapja, hogy hogyan nézett ki régebben ez a Zöldfa úti óvoda, és hogy néz ki már így majdnem kész állapotában felújításkor. Ez egy szép hangulatos óvoda volt, hiszen az óvónők, a szülők, a gyerekek mindent megtettek, hogy ez egy jó hangulatos óvoda legyen, de eljárt felette az idő, hiszen látszott az, hogy a nyírászárók, a burkolók el voltak öregedve, és most egy 21. századi óvoda lesz, a gyerekeknek öröm lesz ide járni. Lehet, hogy nem úgy lesznek vele, mint én, mert nekem akármilyen szép óvoda lett volna, én nem szívesen jártam óvodába, de a gyermekeim, ők élvezték ezt, és azt gondolom, hogy azok a gyerekek, akik ősszel már ide fognak jönni, mint kis csoportosok, imádni fogják ezt az óvodát, és nagyon sok jó emlék lesz gyermeknek, szülőnek, óvónőnek ebbe a szép felújított óvodába, és az a jó, hogy Karcag szinte összes óvodája most már felújul, megszépül, hiszen a befektetés, a jövőbe való befektetés a gyerekek. És a gyerekek jól érzik magukat, jól fejlődnek, akkor ennek a városnak is komoly jövője lesz. Dobos László polgármester úrral beszélgettünk, a Zöldfa úti óvodának a felújítását néztük meg az előbb. Azt gondolom, hogy aki jár erre, csodálattal nézi, hogy újul meg ez a régi épület. Hát legalábbis kívülről, mert nyilván munkaterület és belőle nem lehet jönni, de előbb-utóbb mindenki megtekinteti, hiszen nagyon szépen haladnak a kivitelezők. 75%-os készültségi fokot értek már el, és szinte biztos, hogy akkorra, amikor meg kell kezdeni a nevelési évet, addigra elfoglalhatják az óvodát. Először természetesen a felnőttek, hogy elrendezték azokat a bútorokat, amit egyébként teljesen újak lesznek, és új berendezés várja az óvodásokat, és utána pedig a óvodába járók is birtokba vehetik az épületet. Reméljük, hogy mindenki megelégedésére, hiszen azért itt láttuk a látványterveket, nagyon szép lesz. Tehát tényleg illeszkedik a gyerekek színvilágához, és minden őket fogja itt kiszolgálni. Hát egy régi szociál épület felújítása történik most meg, és valóban olyan színekkel, olyan alakzatokkal, formációkkal szerettük volna felfrissíteni ezt az épületet, hogy ne csak egy modern, energiája megtartó épület legyen, hanem olyan intézmény, ahova jókedvel és szívesen jönnek a gyerekek, a színek miatt, az alakok miatt egy impozáns kis óvoda készül itt most.